Sziasztok! A, itt a Cherry legújabb podcast epizódjával jelentkezünk, illetve csak jelentkezem. Kovács László Zoltán vagyok, és mivel beszélgető partnerem a lemondta, így most egyedül fogok regélni nektek a tervezett citrusos illatok helyett egy vadi parfümházról fogok regélni nektek. Négy elképesztően szép palackba zárt virtuális valóság által inspirált illatról, és hát azoknak a megszületésének hátteréről. Tehát a mai Cherry Garden podcastünk az Agárti Szent Korról szól, amit 2022 Ben alapítottak. Bárbara Loddó egy olasz innovatív, exkluzív művészi illatszerekre specializálódott forgalmazó cég, az Aqua Cosmetics vezérigazgatója alapította, és első lépéseként Barbara felkereste a Money Essence House, egy, egy 150 éves múltra visszatekintő francia aroma és illatszergyártó manufaktúrát, és velük szorosan együttműködő négy parfümőrrel közösen kiválasztották a számukra, és a közös inspirációs felületükre jellemző legizgalmasabb eszenciákat. Mind a négy illat tartalmazza a által kifejlesztett és szabadalmaztatott forradalmian új öko-extrakciós technológiával előállított Jungle Essence elnevezésű. Állítod a kivételes minőségű és tisztaságú matériákat, Melyek szerintük tökéletesen megőrzik és visszaadják az eredeti növények illatos tulajdonságait. Na, ezt ezt hamarosan megtapasztalhatjuk, illetve hát megtapasztalhatom a bonitálás során, melyet majd megpróbálok átadni nektek is. Tehát négy bevezető parfüm négy híres parfümőr, de róluk majd a parfümök ö, szimatolásakor beszélek. Most inkább nézzük, ö, mi szolgáltatta ennek a nem hétköznapi kollaborációnak a, 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 a rendkívül izgalmas, inspirációs hátterét. Talán ez az első olyan nis illat család, amivel találkoztam, melynek inspirációját egy meglehetősen szürreális metaverzum, vagy nevezzük inkább multiverzumnak adja, ez egy virtuális valóságként mesterségesen kreált legendásnak tűnő mitológiai birodalomról szól. A, a Föld, vagyis a bolygónk szívében, tehát a belsejében, a közepében található Agártiról. Hát, uh, ahol eljutni, elég bonyolult. Uh, bolygón igen, távol és szinte elérhetetlen, rejtett szegleteiből induló útvonalakon lehet. Maga a szó jelentése az Agárti az megközelíthetetlen vagy uh, elérhetetlen. jelent. És uh, ennek a virtuális világnak roppant erős és plastikus vizuális hátteret is uh, ad a brand ezt a honlapjukon, de szerintem a Cherry Garden felületén is láthatjátok, mind a négy kompozíció csodákkal és álomképekkel teli egyfajta, nevezzük olfaktórikus térképnek, hogy ezen illatok révén eljutasson minket ebbe a megközelíthetetlen és elvarázsolt, de hát valljuk be, nem létező világba, ez mondanom se kell, mi más, mint a mesterséges intelligencia képalkotását hívták segítségül, pontosabban az ő a generált képeket. A parfümök szaglászása során majd idézek pár mondatot ezekből a szürreális leíró mondatokból, amit ö, tulajdonképpen megadtak a mesterséges intelligenciának, miáltal ö, generálódtak a képek, és ezek alapján inspirálódtak a parfümőrök. Nagyon érdekes eljárás. Tehát bepötyögtek a Czech GPT-be pár jellemző szót, majd az kidobta a szöveget és a képeket is. Tulajdonképpen nincs ebben semmi meglepő, hiszen a mesterséges intelligencia gyakorlatilag teljes mértékben uralja mindennapjainkat, lásd az online vásárlásainkat, a hirdetéseket, internetes kereséseinket, a gépi fordításokat, okos otthon, okos autó, kiberbiztonság és társai. És hát elvonatkoztatva a madarak, drónok, vagy a lapos földhívő kiváló és roppant életszerű ö, téziseitől. Be kell látnunk, hogy, és remélem ti is belátjátok majd, hogy egy igen jól kitalált és kifejezetten izgalmasan megalapozott projektre építette a brand mind a négy illatát. Egy kicsit utána néztem Agárti legendájának, és megdöbbentő felfedezésekre tettem szert, amit most rák röviden megosztani veletek. Agárti legendájának gyökerei az időben meglehetősen távoli múltba vesző ókori Görögországba, sőt egészen az óindiai szent irományokig elvezetnek minket. Már Platón, ókori görög filozófus is megemlíti Timájos című művében Atlantis, mely nyilván mielőtt elsüllyedt volna, a bejárata volt ennek a titokzatos, föld belsején átvezető úthálózatnak. Az óindiai szent buddhista írásokban, pedig számos helyen felbukkan ez a belső földként apostrofált, az érdemesek vagy védák földjének nevezett világ, melynek fővárosa, Sámbala, vagy Sángrilának is hívják, amit egy füstös nap a vulkánusz világít meg, ahol fele annyi a gravitáció, mint a külső föld, mondják ők. Ezáltal az ott élő emberek kétszer olyan magasak, olyan négy méter körüliek. Mindenesetre érdekes feltételezés, hogy ma az óindiaiak is tisztában lehettek a gravitáció fogalmával. Ez a vulkánus egyébként majd felbukar az egyik parfüm képi megjelenítésében is, nagyon plastikusan. Na de ugorjunk uh, Agárti mában egy-két évezredet, egészen a, az 1600-as évek végéig, amikor is egy Edmund Helly nevű csillagász által közzétett tanulmányban meghirdette kvázi felfedezését, miszerint a bolygónk üreges szerkezetű, és olyan, mint egy hagyma. A belső ilyen mágneses héjak borítják egészen a bolygónk felszínéig, és még azt sem zárta ki feltételezésében, hogy lehet élet is odabent, vagy odalent. Pár évszázaddal később ez a belső föld témához csatlakozott Willis George Emerson író is, aki a Füstös Isten, vagy a Utazás a Belső Földbe című 1908-ban megjelent fikciós regényében tárja elénk ezt a furcsa metaverzumot, amit kitalált, melynek állítólagos kéziratát egy haldokló norvég tengerésztől kapja aki az északi sarkon átjutott el a Te A legendáriumban muszáj megemlítenem Richard Evelyn Bird, amerikai sarkutatót is, aki pilóta volt, haditengerész, számos kitüntetést kapott, aki történetünkre tulajdonképpen felteszi a koronát, mivel egyrészt ő volt az első ember, aki átrepült a déli sark fölött, tehát tényleg egy, egy híres pilóta volt, és először ért el az északi sarkpontot is repülőjével. Most azt, azt, nem tudhatjuk pontosan, hogy milyen szer hatása alatt, de ő adott rendkívül részletes leírásokat arról, hogy egyik nevezetes repülése során egy óriási bejáratot talált a déli sark fölött repkedve, és mi meglepő, de volt bátorsága berepülni ebbe a lyukba, ahol kapaszkodjatok meg, buja növényzetet és még állatokat is látott. Természetesen odabent intelligens, evolúciósan fejlett emberszerű lények fogadták tárt karokkal, akik, hát mondanom se kell, négy méteresek voltak, tehát nagy valószínűséggel a repülés előtt alaposan tanulmányozhatta a védák könyvét ő is. Tehát összefutva ezekkel a lényekkel, azok készségesen bevezették az admirálist a titkos birodalmukban, azon már meg hogy ezek a lények gondolatok útján kommunikáltak egymással, és csak azért engedték, hogy berepüljön a földjükre, mert érezték, hogy jó, erkölcsös emberrel van dolguk, akinek igen nagy befolyása van a világban, a külső világban. Tehát tudtak rólunk. Tehát az agárti mitológiájában a filozófia, az irodalom, ez a kvázi tudomány, sőt az ezotéria sajátos fúzióját lerhetjük fel a háttérben. Olyan ez, a, ez az egész háttértörténet, ahogy most így elregéltem nektek, mintha egy Jules Verne regény filmes adaptációjába szagolnánk bele valamiféle 21. századi technikával megalkotva, mert pontosan így született meg a négy parfüm inspirációs képi világa, melyek alapján neki láthatott a négy parfümőr, olfaktórikusan is ennek a mesterségesen kreált négy világ illatának megalkotásához. Állítólag további 70-80 új világot és új illatot tervez a bemutatni a brand, hát alig várjuk őket. akkor nézzük az első személyes kedvencemet, a Burning Court. Ez Matthew Narden alkotása, akinek a nevéhez jó pár Kilian koráció fűzhető, de Miller Harris T. Tony ját is ő alkotta, amit sokan a Wulong hasonlítanak a Nisántól. Egy jó kis bergamottos tea illat, szerintem az egyik legjobb ebben a műfajban, de felrémlik alkotásai között a Etrónak a zsákárgya, aminek az illata most nincs az orromban, de de a palackja az viszont eszméletlen. Aki látta már, az rögtön elájult. Szintén nagy kedvencem volt tőle a Paris Monte Carlo kakaóasztékja, illetve a Nobilének a Café Chantanya. de említhetem a Serge of Zephyróját. De a lényeg, hogy találunk a Cherry Garden polcain is alkotását, így a ben Gerboa Údlak, ami egy gyönyörű, guajakfás, gyümölcsös, egy kis benzoin gyantával édesített illatköltemény. Az egyik kedvencem ettől a brandtől. Matthew az hol máshol, mint Grázban született, aki parfümkészítő családból származik, így hát szinte az anya szívta magába a mesterséget. Gyerekkorában a nagyszülei földjén szedegette a jázmin és rózsavirágokat, a parfüm alkotáshoz való hozzáállása mélyen gyökerezik Grasszi nevelkedésében, ahol megtanulta értékelni a természetes anyagok szépségét. Pont módon szívesen dolgozik egyébként a felsorolt parfümökből is láthatóan citrusos akkordokkal és virágos jegyeket, melyeket mi másnak, mint gyermekkora örökségének tekint. De akkor vessük bele magunkat ebbe a burning korba, ami valami, ki is fújtam a karomra, valami elképesztő dinamikával nyílik meg, itt a bal kész Minden alkalommal, amikor teszteltem, az első gondolatom az volt, hogy perverzó. Vagyis nem más, mint a baruti hedonista perverz cukrászdája, de ez valahogy nem annyira perverz, és nem annyira dekadens egy gyönyörű fűszeres akkordban nyílik meg, melyben a gyömbér úgy viselkedik, mintha egy kis tejszínbe volna, és lassan merengetnénk. Ki is próbáltam egyébként valamelyik nap, egy szeret gyömbért felforraltam óvatosan tejben, a tejszínem nem volt, hát nem ilyen lett. Lehet, hogy egy kicsit oda kellett volna pörkölnöm, de viszont ez a napsugár akkord, amit ott a feljegyekben jelez a brand, avval tökéletesen azonosulni tudtam olyan érzés ez az első fél óra mintha ténylegesen valamiféle folyékony aranyszínű folyadékot csorgattunk volna a bőrünkre, amit egy ilyen enyhén karamellizált, fűszeres illat kíséri, kifejezetten ölelős érzés járja át az ember. Tehát a perverzóhoz képest azok a pörkölt olajos mag aromák kifejezetten hiányoznak ebből az elixírből, pontosabban nem hiányalondóan, mert ez az illat egy egészen más irányba vezet. Ha megnézzük a Burning Core inspirációs, mesterséges intelligencia által kreált fotóját, egy narancssárgás, vörösben égő, fortyogó napot látunk, gondolom ez utalás a Vezúvíruszról, amiről már beszéltem, melynek a felszíne részben megkérgesedett, és hegyekkel övezett, krémesen lágy felszínű tó fölött lebeg ez a, ez a nap. Na, de nézzük csak a brand és a, a, mesterséges intelligencia által kidobott, meglehetősen szürreális inspirációs szöveget, röviden idézek belőle, egy szinte észrevehetetlen lila gömb fényét kergetjük az opálos ködben. Na hát erre reagálva az opálos érzés megvan. A lila gömb fura picit, de hát kinek mi? meglehetősen szubjektív érzéseket kelthet egy ilyen illatos kalandozás minden esetre. Erre a fránya napsugár akkodra való utalás az tetten érve a szövegben és az illatban is, tehát stimmel. Benne van ténylegesen, érezhetően, legalábbis számomra. De haladjunk tovább a szövegértelmezésben. Középföld gravitációs középpontjában, ahol a nappalok és az éjszakák egyesülnek a hajnalok és a naplementék transzcendentális fényében, az órák elvesztették az időérzéküket. Egy ismeretlen csillag, mély csendje szikrázóvá teszi az elszórt gyémántokat, melyeknek csillogó fénye áttöri a ráncos sziklakérget, kérget, az elveszett mennyboltot vetítve a félgömb alakú durva kristályokból és sziklából épült álboltozatra. Finoman égetett márványos erezettség és vékony spirálok. Na nézzük. Annó ö, említettem Évi babának, kis hiánykámnak, hogy engem ez a parfüm a perverzóra emlékeztet, miután letet, letesztelte ő is, rögtön rávágta, hogy neki már pedig ez egy aromás vanília illat. Így többszöri tesztelés után kezdem belátni, hogy igaza volt. Minél többet szaglászom, a szívillat lecsengése az alapba egy kifejezetten lágy, egy ilyen tejbe-vajban folyó vanília patakként hömpölyög a bőrömön, de az, azért ezt megelőzően ugyancsak érezhető benne valami pörkölt füstösség. Ahogy az előbb felolvastam a szöveget, valami finoman égetett márványos erezettség. A, a ráncos sziklakérget áttörő gyémántok fényét pedig talán egy kérges, mégis puha tapintású, enyhén füstös bőrként érzékelem inkább. És meg is van. Ezt valószínűleg a kádolajnak köszönhetjük, ami szerepel az összetevők között, mint illatjegy, és egy kifejezetten mély, füstösen kátrányos illat tal veteti észre magát. A kádolaj az egy boróka féléből a Juniperus oxicédrusból nyert ő, aromás olaj, ami egyben remek fixálószer is a parfümörök boszorkány konyhájában, tehát felkészülhettek rá, hogy egy roppant tartós illatról van szó, bár utálom ezt a tartóságot, de előzetes teszteléseim során ez ilyen 20-24 óra az tökéletesen garantált, még akár egy ilyen fürdést közbeiktatva is. Tehát mielőtt átvennénk ezen az illat piramison ebbe az aromás vanília alapba. Igenis, ez a füstösebb, enyhén nyírkátrányos bőrillat dominál, amit a, a benzoin édeskés gyantája ö, színesít meg a vanília mellett. Egészen különleges egy pillantra még a tökéletesen vanília mentes Jussé, svájci brand Lés Flámia is beugri, annak főleg a leszáradása, de ha kádolaj illatával közelebbről is szeretnétek megismerkedni a Cherry Gardenben, akkor ajánlom nektek a Beaufort London Rake and Ruin-jának, hát így zomágjáját. <laughs> vessétek rá magatokat, garantált, hogy nem bánjátok meg. Amúgy visszatérve erre a Vanilla Jungle Essence-re, erre az öko-extrakciós kivonatra, ami gyakorlatilag végig kíséri a kompozíciót. Ne a Jussé vagy a Hilde Szoljáné féle gurmé vaníliákra gondoljatok, bár sohasem szagoltam azt az orhideát, melynek a vanília hüvelyeket köszönhetjük. Jellemzően egyébként az orhidea virágoknak nincs is illatuk. De ez a kivonat inkább valamiféle krémes, de inkább virágos, de roppant természetes vanília illatot produkál. Tehát tényleg olyan, mint amikor azt a vanília rudat feltörjük, és kikaparjuk belőle azt a kis nyárkás belsejét, Na, annak van ilyen illata. Egy kicsit azt hiszem túlbeszéltem ezt a káprázatos illatot, ami egy ö, tényleg egy, ö, egy, folyamatosan fejlődő és átalakuló, nevezem tüzes örvénynek, hát ami tényleg képes lehet egy ilyen mindent elsőprő ö, víziót kelteni bennünk, főleg ha láttuk ezt a képet is, és hagyjuk magunkat befolyásolni. Tehát kimondom, ez egy illatos narkotikum. következő áldozatunk a Cecil Matto által kreált Hidden Shores. Cecil Afrikában nevelkedett, Serecendio és zöld sípr akkordok iránti szeretete abszolút érezhető az alkotásain. Egy korábbi velekész riportban el is árulja, hogy általában 10-20 parfümön dolgozik egyszerre, és amikor néha szünetet kell tartania, ilyenkor gyapju szagot kell szagolnia, hogy felfrissítse az orrát. Tehát felejtsük el, hogyha a Cherry garden látogatásunk során a 20. parfüm után kávészemekbe kellene szagolnunk, követeljük a birkaszörtőlük. Na de nézzük, mit tett le eddig az asztalra a parfüm orgonájáról Cecil. Hát mi mással kezdeném, mint az Etalibre d'Orange Remarkable. People, melynek extrém különlegessége egy ilyen kardamomos, pesgő akkordba beleágyazott ambergris utánérzés, tehát egy ilyen cetámbra, enyém sós ámbrája, aminek a, a, szintetikus változatát meg is találjuk a, az illat összetevők között. Ez a Lorenox, ami egy ilyen fás, ámbrás, bőrös, aromatikus, ö, vegyüle az Ambergris, tehát a Szetámbra szintetikus helyettesítője, Ambroxnak is nevezik, nem Ambroxán, hanem Ambrox. Úgy szintetikus egyébként, hogy az alapját azt zsájából vonják ki, tehát egyfajta természetes összetevőről van szó. Ebben a Remarkable People-ben találunk egy nagyon érdekes összetevőt a kardamom és a pesgő akkord mellett, ez a curry, Neo Jungle Essence. Próbáljátok ki, nagyon, nagyon szép illat ez. A, a másik, szintén Etalibre d'Orange alkotása az Exit the King, ami, ami véleményem szerint az egyik legszebb tisztaság illat. Nevesítenek benne egy szappanhab akkordot, ami egy ilyen aldehides, pézsmás összetevő. érdemes ezt is kipróbálni. A Cherry Gardenben Na akkor nézzük ennek a Hidden Shores rejtett partjainak a, a vizuális meg a mesterséges intelligencia szövegén keresztül. Közben kifújtam. A képi világ az egy ilyen tájföldi hegyeket, egzotikus, tűszerű, buja, zöld növényzetét, sziklás ormai ábrázolja, amelyek mohával takartak. Kb. olyan egyébként nekem azt jutatja eszembe, volt egy James Bond film, ami ott játszódott, egy tájföldi James Bond szigeteken játszódott, Pontosan ugyanúgy néz ki ez a kép. Alapvetően egy balzsamosan, fás, zöld, aromás illattal szembesülünk. Rögtön az első pillanatban, és azonnal megjelenik a, a szétmorzsolt borokabogyónak az illata, amit gyvés fekete ribizli levél, tudjátok, annak ilyen pikáns, vegetális aromája van, kifejezetten zöld illat amiben egy pici fenyőtűt is. Nagyon természetközel illat, így első szippantásra is, ami egészen a, a nedves, mohás talajtól, annak illatától, a párás örökzöldek veleinek illatáig emelkedik fel a bőrünkön. Kétféle ilyen pure jungle essence is található benne, az egyik az a borókabogyónak bar a kivonata, a másik pedig a, a, az immortellé. Erről Erről szerintem még mondok egy pár szót később, de, de nézzük először ezt a ChatGPT GPT szöveget, legalábbis egy részét. A viharos égbolt alatt dacolunk a hullámok dühével, majd elfogadjuk a sorsunkat. Az elkerülhetetlen hajótörés ezen a titokzatos rejtett parton. Elveszettem bár, de bizakodóan szívjuk magunkba a távoli erdő haloványon derengő leheletét mely felhasítja az évszázadok óta gomolygó kötfüggönyt a part mentén. Talán ennyi elég lesz, elég hosszú. Amit még kiemelnék ebből a, a zöld illatkavalkádból, az az előbb említett immortel vagy Szent János gyógynövény, ami igazából magyarul szalmagyopár. Ez botanikailag a helikrízum angustifolium névre hallgat, melyet hát legtöbbünk szerintem a, az oxitán termékeiben Ismerünk. Kifejezetten addiktív illata van, egy időben kifejezetten emiatt vettem jó pár palackot, azt hiszem, valami testpermet volt az Immortal sorozatból, totál függő voltam tőle. Egy ilyen nagyon különleges, napsütötte, szalmás, mézes, picit teás akkordot produkál a parfümökben, amiben egy ilyen kis kamilla is a buksi fejét kidugja, Na szóval, örökzöld illatforatikusok nem hagyhatják ki a Hidden Shores irány a <coughs> De nézzük akkor a következőt. Alex Lee, aki Kaliforniában született, egy fiatal parfümőr, ő követte el a Waterway spelt, ami egy kifejezetten friss, citrusos, vizes, könnyed illat. Közben engedek a csuklómra két fújást, hát igen. Alex Grászban tanulta a szakmát, hol máshol. Fiatal kora ellenére közel 30 alkotást tett le már az asztalra. Többek között a napjainkban roppant módon hájpolt dél-koreai Born's, to stand is készített három parfümöt, de dolgozott a Lancome-nál, a Penheligon-nál is felbukkant parfümörként. Vizuálisan ez a Waterway Spell, egy patak vízszintjéről készült festményt látunk, melyet a vízfolyás felszíne oszt ketté. Így láthatjuk a víz alatti világot és a patakra boruló fák sűrű egymásba kapaszkodó koronájának fűzérét is. Nézzük egy kicsit a szöveget. A vízesések zúgása elkísér bennünket a levegőben feltörő források morajlásában, ami meglepő látomást vetít elünk a kristálytiszta vízfolyások varázslatosan csillogó részecskéi eufórikus hullámokat keltve kötként emelkednek fel, a szivárvány vidám ívét követve. Dús, lebegő fűzérek és zuzmókkal ölelt öblök, levelek, gyökerek, nedves fák és hűvös fűszerek illatjegyei. Harmad cseppekkel borított virágok dala csatlakozik, a kanyargó patakok hipnotikus énekéhez, Békés lagunákban, melyek átlátszó tiszta vízi varázslattá rendezik a jelenetet. Na, ez jól sikerült. De erre tényleg csak hűmögéssel tudok reagálni, hiszen tényleg az orromban is megjelent ennek a tájnak az olfaktorikus lenyomata. Kifejezetten vizes, vegetáris illattal van dolgunk. Amint elillannak ezek a citrusos aromák, lédus klorofiltól duzzadó zöld levelek intenzív lenyomatai maradnak a helyükön, amiben ami az a legmegdöbbentőbb, hogy néha tényleg felismerni vélem benne a, a zöld kaliforniai paprika enyhén gyümölcsös bejátszó aromáit, mondjuk. Nem véletlen kaliforniai a srác. Tehát a szíviladban a brand jelöli is, hogy kaliforniai paprika Pure Jungle Essence. Ez több mint meglepő. Tényleg érezni, de nem olyan, mint amikor reggelizünk és vágunk egy szelet paprikát a vajas kenyérhez hanem nagyon természetes illata van, tehát abszolút beleillik ez a kaliforniai zöld paprika ebbe a kompozícióban. Gyakran felmerül bennem, hogy érdemes egy parfümmel való ismerkedés előtt megnézni az illatjegyek felsorolását, hiszen ez gyakran befolyásolhatja azt, amit érzünk. Illetve érdemes a fragis illatjegyek alapján eldönteni egy vakvásárlás. Mondjuk én vallásosan vakvásárlónak tartom magam, Viszont most fogalmam sincs, hogy ez a zöld kaliforniai paprika illat valami tudatalatti játéka, vagy tényleg érzem. Vagy csak azért, mert hogy olvastam, hogy benne van. Természetesen mi más, mint egy jó nagy adag vízes és akkordot is belecsempésztek ebbe a palacba. Alex, gratulálok, nem lehetett könnyű dolgod, ez tényleg tökéletes eleképezi ezt a, ezt a vizuális megjelenítést. Egy ö, nagyon szép fás alapba szárad le egyébként a parfüm, Szinte meditatívnak is mondhatnám. Egy ilyen finom, mohás, cédrusfás illat marad a bőrünkön egy ilyen egészen minimális fűszerezettséggel. Akkor lássuk a negyedik, egyben utolsó parfümünket, a Floating Lenset Serge Majulier alkotta, aki már 32 parfümön van túl, Többek között ő készítette a Joe Malone teássorozatát, sorozatát, ami azt hiszem hat darabból állt, de dolgozott ő is az Armani-val és a Lagerfeldel is. A legfőbb szerepe a Manénál, hogy jelentős részt vállalt ennek a Jungle Essence extrakciós folyamatnak a kidolgozásában. Nagyrészt ez is a fő profi a, a, a cégnél. Az új illatok létrehozása mellett a természetből származtatható új anyagok kutatása is a feladata, illetve hát ezeknek a kivonási folyamatoknak a részletes metodikájának kidolgozása. Egy, egy kiemelném a 32-ből, emellett a Floating Lens mellett, amit tegnap találtam meg a szekrényemben, ez a Lolita Lempickának a az Elle Lame nevű alkotása, melynek a Jungle Essence Kókuszát ő dolgozta ki, és hát tanúsíthatom, hogy férfi bőrön is elképesztő dolgot művel. Szinte még mindig az orromban van. A Floating Land mesterséges intelligenciával készített inspirációs képe egészen melbevágó, ilyen rózsaszínben tündöklő, és a leginkább az Avatar film díszletére, illetve háttejére hajazó lebegő sziklákat ábrázol. A legnagyobb sziklán valamiféle város is kivehető, érdekes ilyen minaretszerű tornyokkal, és a lebegő szikla a főszikla, az ilyen vastag fémláncokkal van kikötve, azt nem látni hova, de mint a hozzánk lenne láncolva, távolban pedig ilyen hófötte vagy, vagy felhőkbe burkolózó, stabil, tehát nem levegő hegycsúcsok húzódnak. Ez egy ő, kifejezetten virágos, púderes, egy picit minerális illat, melyben a főszerepet a magnólia, ami pont most virágzik nálam, bár ez a vihar szerintem lefújja az összes szirmát, szerencsére idén nem fagyott el, illetve a champaká, ami ilyen pure jungle essence formában található a parfümben, de van benne tubarózsa, íris, és a leszáradásában némi vetiver, méz és labdánum abszolút is található, az inspirációs szövegében csak egy mondatot idéznék, pedig az, hogy nézzük csak. Ismeretlen virágok és gyümölcsök lágyan lebegve tárulkoznak fel a buja, dús lombfüggönök zöldelő karjai közül, miközben tiszta források törnek fel, és a belülük fakadó patakok prizmatikus vízi tükörképekben zúdulnak a látszólagos ürességbe. Őszintén bevallom, én a nagy unisex hívő, ebben ajánlom figyelmetekbe az erről készült podcastünket is. Szóval én, aki a, a legvadabb tubarózás őrületeket is vígan magamra permetezem, hogy ezt aztán nem biztos, hogy bevállalnám, de ez kizárólag az én hibám, mivel a, a magnólia, ami nem azonos a valóságos élő magnólia virág illatával, ez a parfümökben található magnólia édes, szinte velőtrázóan mézes bódító trópusi virágokkal ö, vegyítve nálam totál kiveri a biztosítékot, legalábbis abból a szempontból, hogy ezt, ezt egyszerűen képtelen vagyok. Ö, magamra fújva emberek között viselni. Önmagában az illat, az csodálatos, tehát buja, szinte parázna, de ki kell mondjam, hogy ez egy abszolút feminin oldalon álló illat, vagyis a, a saját testem ezt nem szívesen viselném, máson viszont szívesen kipróbálnám, mondjuk Szandrát. Vigyázz, Szandrus van, mert ha a legközelebb találkozunk, Jól van, na, tudom, te a híraxot szeretet. Viszont van ebben a parfümben, leginkább a, a szívében bukkan fel, a kezemben még nem érzem kifejezetten, de ott detektálható, amit ha le tudnék választani, ebből a burjánzóan édes, virágos akkordból, ezt az írises vonalat, ami ott a szívben felbukkan. Na, arra, arra tudnék csettinteni egyet a nyelvemmel. Ez, ez valami elképesztően vörös, lankom rúzs illatát ö, idézi, ilyen egészen igézően íriszes, púderes. Egyfajta ilyen nosztalgikus gyerekkori emléket idéz fel bennem, ahogy Klári néni, az én drága és egyetlen fogadott nagymamám ott ült a fésülködő asztalánál, Na szóval ott éreztem valami hasonlót. Tehát abból a fésülködő asztalon levő kozmetikumokból áradó illatot idézi fel nekem. Most itt teszem be, hogy ezt a, ezt a csámpákás, magnóliás keveréket egyébként, vagy valami hasonlót éreztem jó pár éve egy Arige Le Doré kompozícióban, vagy melyik lehetett az? Talán a válimá. De ott ez a virágillat, iszonyatos módon meg volt támasztva úddal. Volt benne egy kis dohányos, balzsamos feeling is, viszont abból hiányzott ez a íriszes akkor, de én csak ilyen, ilyen nagyon kemény alátámasztással bírom ezt a csámpakát, meg magnóliát elviselni. Utána nézek majd melyik. A következő podcastünkben majd beszámolok róla, megtalálom a mintáim között. A következő podcastünk témája még nem fix, de gőzerővel készülünk rá. Nem tartom kizártnak, hogy egy másik új brandről fog majd szólni. Egy egy utazás nélküli utazás keretein belül talán megkíséreljük végig szagászni a, a 2017-ben alapított Szober nevű német családi vállalkozás illatait, amik már megtalálhatók, ha jól tudom, a Cherry Gardenben. De aztán lehet valami egészen más találunk ki, mondjuk folytatjuk a félbe beszélgetést az animális illatokról. Ugye, Sandra? Na, aki ideig eljutott, annak köszönöm a figyelmet, aki nem, az, az sem hallja már. És ö, gyertek, próbáljátok ki az Agarti parfümöket Cherry Garden üzletekben, mert tényleg egy nagyon izgalmas új brandről van szó. Sziasztok! Szeretettel várunk mindenkit a Cherry Garden következő podcastjében. Üdv mindenkinek! Sziasztok!